Halli, 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 halli. Szörnyű dolog történt tegnap. Vagy tegnap előtt, nem tudom már mikor. Ugye hajó baleset történt Budapesten a Dunán. Este környékén történt a dolog. Egy nagyobb hajó belement egy kisebb hajóba, és az a hajó 7 másodperc alatt süllyedt el. És ott életét vesztette egy picike kislány, egy 6 éves kislány, vagy 7 éves kislány. És annak a nagyszülei. Hihetetlen, és erre nem lehet felkészülni. Megtörtént a tragédia, és borzalmas, hogy... Már igazából ezen megdöbbentem, hogy hogy tud megtörténni egy ilyen, nem figyeltek oda, vagy nem jelezték, hogy van egy hajó, ami épp előttetek halad, mit tudom én, pár méterrel, és próbálj meg lassítani, és egyebek. Hihetetlen. Borzalom, ami történt, és részvétem, tehát ezt tudom mondani. Annyi minden van a világban, és azt gondoljuk, hogy csak élnünk kell, és valamikor úgy érezzük, hogy nem foglalkozunk semmivel, csak megyünk és megyünk. Amikor történik egy ilyen tragédia, akkor elgondolkodsz az életen, hogy lehet, hogy itt ülsz, utána meg már nem vagy. Olyan furcsa és megrázó ez, hogy egyszerűen nem tudok nagyon semmit mondani, és... Isten... Hát, borzalmasok, amik vannak ebben a világban, és tényleg nagyon sajnálom, hogy ez történt, és részvétem tényleg mindenkinek. Tehát vigyázzatok egymásra, és vigyázzunk egymásra, és... Tehát nem lehet ezt előre tudni, hogy megtörténik-e valami probléma. Ezt se lehetett tudni, megtörtént, sajnos megtörtént. Bárcsak vissza lehetne pörgetni az időt, igaz? Bárcsak vissza lehetne az egészet fordítani, hogy ez az egész ne történjen meg. Ha erre fel lehetne készülni, és előre lehetne tudni, akkor nem történnének katasztrófák, de hát semmire nem tud felkészülni. Nem lehet tudni, hogy mikor mi történik. Basszus. Bár annyira az a nagyhajó fel van építve, olyan kütyük vannak rajta, amik ugye jelzik, hogyha valami közel van hozzá és probléma történik, tehát hogy nem értem ezt az egészet, hogy hogy tudott ez mégis megtörténni. Annyira hihetetlen. Borzalmas. Nem is értem, hogy... Hát... Ja. Mindig történik valami, és... Bevallom őszintén, hogy először így nem értettem, hogy miért. És utána megnéztem többször is neten a videót, mert igazából nekem Zole mutatta, vagyis ő mondta, hogy történt ilyen. Meg egy másik haverom, tegnap beszélgettünk, és ő is mondta, hogy mi volt, és nem értettem. Igazából én nem a tévéből tudtam ezt, hanem nekem úgy mondták, meg YouTube-on mindig kiadta a videót, de nem kattintottam rá, én úgy voltam vele, hogy most nem nézem meg, hanem majd lehet, hogy rá kattintok. És borzalmas. Szörnyű. Egyszerűen hihetetlen. Felfoghatatlan, hogy mit történnek a világban, és tényleg elmész kirándulni, felülsz egy hajóra, és tök jól érzed magad, hiszen végre hajózol, és semmi probléma nincs, mert úgy gondolja az ember, hogy hát milyen baj lehet, és puf, ennyi, megtörtént, aminek nem szabadott volna, és elkerülhető lehetett volna, vagy nem, ezt igazából én nem tudom. Ezt igazából azok tudják, akik ott voltak, és sajnos próbálták menteni a mentetőt. Ja. Amikor azt gondolod, hogy minden király, tényleg jól érzed magad, szeretnél egy olyan dolgot átélni, ami boldogságot okoz, de abból katasztrófa lesz. Hogyha tudhatnánk előre, hogy mi lesz, akkor annyival könnyebb lenne az élet, de előre nem lehet tudni semmit. Meg hát ugye az az óriás hajó, meg az a másik hajó, amin emberek voltak.
Csak azt nem értem, hogy ez a kettő hogy tudott egymással így összetalálkozni, vagy hogy... Nem értem. Na mindegy, vigyázzatok magatokra is. Még egyszer részvétem is. Erre nem tudok mit mondani. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!